Jó napot kívánok, M3 autóparkban vagyunk, egy Ford Mondeo előtt állok, motorháztetejét fogom kinyitni fél kezzel, amit sikerül megoldanom. Gyári Ford akkumulátor van benne, különben 2016 szelepes motor jár benne, 130 lóerős, szép tiszta tartály van benne, és itt egy normális képet fest ez a belső tér, rozsda nincsen rajta, motorháztetőn sem, úgyhogy ez a része így rendben is lenne. Nézzük meg a felszereltséget, itt egy kötfényszóró, ami szembeütő rajta, illetve gyári Ford alufelni van az autón jelen pillanatban. Ez is metál színű, ez egy GIA felszereltségű szerkezet, és egy kombi verziót nézegetünk, aminek ki is nyitnám a hátulját, és megnézzük, hogy mekkora csomagtere van, és hogy mennyi mindent lehetne bele rámolni. Szerintem itt lehet benne aludni, hogyha ledöntenénk az üléseket, benne 46-ban dönthetőek ugye az ülések, és van itt egy csomagtérróló is, amivel kíváncsi szemek elől eltakargathatjuk a értékeinket. Hővédő gyári zöld üvegezéssel látták el a Fordjárba, úgyhogy nem fog benne leégni, amikor megyünk le majd a Balatonra vele. Hátul az utasoknak van egy szép kis plüskerkitos ülés, fejtámla és középső kartámasz, ami itt rendelkezésre áll az utasoknak. Hátul a vezetőnek pedig elektromosak az ülései, illetve az ablakok ugye elektromosak, jobbra-balra elektromosak a tükrök ugye, illetve állítható a fényszóró magasságunk is, és egy bőrkormánnyal van szerelve ez a szerkezet, amiben 4 légzsák van, nem a kormányban, hanem az autóban magában, tehát itt jobbról-balról. Aztán van itt egy jó kis bordkomputer középen, digitális automata klíma, egy MP3 lejátszása lehetőséget adó Kenwood rádió, ülésfűtés, amit itt érzek is, hogy ő működik, a kipörés gátló pedig kinyitatható belőle. Az autónak megvannak a gyári kulcsai, itt tudjuk a tükröket vezérelni, és 2.13.9.46 az óra állásunk. És a fordulatszámot is veszi, hogyha rálépünk a gázra. No, hát ez lenne a Ford Mondeo kombink, ami itt van az M3 autóparkban, meg lehet tekinteni, ki lehet próbálni az autót. Ja, elfelejtettem mondani, az autó friss műszakival rendelkezik, úgyhogy önöknek ezzel már nem kell foglalkozni, tehát 2015. novemberig lesz rajta a műszaki vizsga, amikor átveszik. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, a viszontlátásra!